Jó estét kívánok, Velkovics Vilmos vagyok, ez a napi aktuális. Két bizottság is vizsgálta az OLAF jelentést, és mindkét testület elnöke szerint Demszky Gáborhoz, illetve az SZDSZ-hez és az MSZP-hez vezetnek a korrupciós szálak. Itt van már a stúdióban Bánki Erik, a gazdasági bizottság elnöke. Mire mutat rá a manchesteri merénylet? Szükség van-e a magyarországi terrorellenes intézkedések szigorítására? A stúdióban várjuk Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját. Feloldhatják a Gyurcsány kormány ideje alatt történt kémbotrány titkosítását? Kiderülhet-e tényleg, hogy kik és mennyit ártottak a magyar elhárításnak? Erről beszélgetünk Horváth József, volt titkosszolgálati vezetővel. Szaúd-Arábia, Izrael és a Vatikán, illetve hát Brüsszel, mi derül ki Trump külpolitikai irányvonalából? Az amerikai elnök első hivatalos külföldi útján Magyarics Tamás, Amerika szakértő lesz a vendégünk. Kezdünk! Igen, Bánki Erik, a Parlament Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mielőtt olafoznánk, mint kormánypárti politikust, édesapát, a Manchester futball rajongót, a manchesteri stadion, manchesteri arénában történtekről kérdezem, gyerekek haltak meg, köztük egy 8 éves kislány. A terrorizmusra a magyar válasz a határellenőrzés. Ön szerint várható, hogy alább hagy az ösztűz a magyar álláspont ellen? Hát megszólalni is nehéz ebben az ügyben. Most is borsózik a hátam a gondolattól, mert ahogy ön is elmondta, bármely szülőnek a gyerekeit érheti ilyen atrocitás. Tehát ezzel a mostani merénylettel egy újabb határt léptek át a terroristák, hiszen eddig az akciók nagy része azért mégis a felnőtt közönség irányába mozdult. De ez kifejezetten a gyermekek ellen irányuló agresszió. Én azt gondolom, hogy most már minden európai vezetőnek végig kell gondolni azt, hogy milyen őrültséget csináltak azzal, hogy szabadon engedték be kontrollálatlanul a bevándorlók millióit Európába, és ezáltal a terroristáknak egy olyan bejutási lehetőséget kínáltak fel, amelynek beláthatatlan következményei lesznek. Én azt gondolom, hogy nincs tovább. Nagyon remélem azt, hogy a felelős európai vezetők végre belátják, hogy az a politika, amit eddig ők képviseltek, az zsákutca. Az a politika, amit Magyarország és a Magyarország szövetségesei ebben az ügyben a közép-európai országok képviseltek, az lehet egyedül a megoldás arra, hogy Európa továbbra is egy biztonságos ország, egy biztonságos kontinens, és az európai államok biztonságos országok maradhassanak. Önöket azzal vádolja az ellenzék, hogy ezt a manchesteri robbantást is sorosozásra, migránsozásra, brüsszelezésre használják fel. Vállalják azt, hogy van összefüggés? Egészen biztos, hogy van összefüggés, hiszen ha megnézzük Európa térképét, és megnézzük azt, hogy a migrációs válság óta hány merénylet, hány közembereket, átlagembereket érintő atrocitás történt, amelyeket egyébként bevándorlók vagy éppen terroristák követtek el, akkor nem lehet azt mondani, hogy nincs szoros korreláció a kettő között. Ezért is mondjuk azt, hogy felelős vezetőknek kemény és határozott döntéseket kell hozniuk. Azt gondolom, hogy Magyarország, a magyar kormány fellépése, a magyar parlament gyors reagálása és azok a törvények, amelyeket elfogadtunk Magyarország biztonsága és a határvédelem érdekében, az olyan példa Európa számára, ami nem is lehet kérdéses, hogy követendő, ezt mindenkinek követnie kell. Fogunk erről a témáról beszélgetni Bakondi Györggyel. Ezután beszélgessünk az OLAF jelentésről. Itt az elmúlt két napban, hétfőn, kedden két bizottsági ülés is volt. Borbély Lénárd azt mondta, vagy valószínűsítette, hogy itt szándékos károkozásról lehetett szó. Mire alapozzák ezt a kijelentést? Nézzük, most már a gazdasági bizottsággal is több fordulóban több felelős vezetőt, köztük néhány politikust és olyan közreműködőket, akik alkalmazottként, BKV alkalmazottként vettek részt a folyamat irányításában. Egyértelmű jeleket tapasztaltunk eddig is arra vonatkozóan, hogy itt kifejezetten erős politikai irányítás volt végig a beruházás fölött. Ugye ennek kétféle oka és iránya lehetett, az egyik az egy politikai haszonszerzés. Ugye Demszky Gábor zászlós hajója volt a 4-es metró projekt. Ebből több 10 milliárd forint kára származott a fővárosi közgyűlésnek, az állami költségvetésnek, illetve az Európai Uniónak is, hiszen olyan erőszakos utasítással indította el a beruházást a fúrópajzs esetében, csak azért, mert a választási időszak közelgett, aminek következtében teljesen összehangulatlanul úgy épültek meg a metró megállók, hogy még nem készültek el, mire a fúrópajzs odaért. Minden egyes várakozási napért súlyos 10 millió forintokat kellett fizetni, csak ez az egy döntés 17 milliárd forintnyi veszteséget okozott. Ez az egyik szál, ami a politikai szál. A másik szál, ami pedig egyre erősebben kezd kirajzolódni,
És ez Budai Gyula volt elszámoltatási kormánybiztos is megerősítette a bizottság ülésén, hogy valóban olyan előnytelen szerződéseket kötöttek, például az Alstommal a metrokocsik beszerzésével, ami nem lehet kérdés. Olyan hátrányos szerződéseket kötöttek a BKV-re, a fővárosra nézve, amely kizárt, hogy szándékosság nélkül megtörténhetett volna. Tehát pusztán jogi felkészületlenség, vagy nem kellő körültekintés, az nem okozhat ilyen súlyos veszteségeket. Itt szándékosságnak kell állni a háttérben. Tehát ugye itt arról van szó, hogy gyakorlatilag elutalták előre a metrókocsiknak a vételárát. Nyilván ehhez kellett valamiféle jogi állásfoglalásokat csatolni, itt ügyvédek csak véleményezték ezt az egészet, egyszerűen átugrották ezeket a papírokat, vagy nem is csatolták hozzá, vagy nem készültek ilyenek? Nagyon érdekes, hiszen a bizottsági meghallgatásra meghívtuk a tenderbizottság tagjait is, akiknek az volt a szerepük, hogy a közbeszerzési eljárások fölött őrködjenek, és ellenőrizzék azt, hogy minden szabályosan történik, és előkészítsék döntésre az anyagot a BKV vezérigazgatójának, illetve igazgatóságának. Ebből a tenderbizottságból mindösszesen egy személy jött el, Csordás úr, aki 2007-ig köztisztviselőként, a közlekedési ügyosztályvezetőként dolgozott. Ő elmondta, hogy számos esetben fogalmaztak meg szakmai aggályokat, de egyszerűen késztények elé állították. Olyan jogi magyarázatokat adtak, az egyébként most már utólag kiderült, hogy szándékosan rosszul megkreált szerződések, illetve az Olaf által is megállapított szabálytalanságokkal és visszaélésekkel teli közbeszerzési kiírások mögé, hogy egyszerűen lehetetlen volt számukra, például a Csordás úr számára lehetetlen volt az, hogy ő szakmai érvek mentén védjen egy egyébként korrekt álláspontot, mert jogászok hada támadott rá, neki pedig lehetősége nem volt arra, hogy jogi tanácsadóval felkészüljön és érveljen a saját szakmai álláspontja mellett. Tehát láthatóan egy jól megkreált politikai döntéshozási folyamat, erős centralizációval Demszki Gáborhoz bekötve, és egy ilyen látszat tenderbizottság, egyébként két politikussal és négy szakértővel. Nem lehetett könnyű keresztülverni azért az apparátuson, hát olyan vélemények is elhangoztak, hogy menet közben is tudta mindenki, hogy értelmetlen az egész beruházás. Csak nem merték ezt szóvá tenni, ezek szerint? Többször szóvá tették, az elhangzott a korábbi meghallgatásokon is, hogy többször szóvá tették, sőt, javaslatot is tettek a BKV vezetői, nem a BKV vezetői, hanem a DBR Metro projekt éppen aktuális vezetője, javasolta a projekt átmeneti leállítását, hiszen olyan előkészítetlenségek voltak, aminek a következtében felvetődött az, hogy súlyos kötbére fizetési kötelezettségek fognak származni. Tehát ugye egy dolog az Alstom szerződés, amiről beszéltünk, ami ezersebből vérzik, de emellett ez 66 milliárdot tesz ki a 166 milliárdból, ami az Olaf jelentés szerint szabálytalanul került elköltésre. De a másik 100 milliárd esetében is olyan hátrányos szerződések kötöttek, ahol súlyos kötbéreket kellett egyébként a megrendelőnek kifizetnie az alvállalkozók részére, csak azért, mert előkészítetlen volt a beruházás. Az, hogy az Alstom verseny előnyt élvezett, az miből derült ki, milyen dokumentumokból, milyen tényekből? Hát ezt nagyon egyszerűen oldották meg, hiszen olyan információkat kapott az Alstom, és azért itt megint fölmerül az érdekesség, hogy kivel is kötött szerződést az Alstom tanácsadói szerződést? Megyesi Péter cégével. Közel 600 ezer eurót fizettek ki. Tehát mai értéken számítva 180 millió forintot Megyesi Péter cégének azért, hogy a közbeszerzési eljárás sikere érdekében járjon el, készítse föl az Alstom menedzsmentet. Most ebből az történt, hogy a 6 versenyzőből 5-öt gyakorlatilag kizártak, és végül az Alstom maradt egyedül, mert az Alstom tudott olyan háttérinformációkról, amely csak később a szerződés kötés pillanatában derült ki. Tehát ugye ezek közé soroljuk az önáltal is felvetett értetetlen szerződési kitételt, miszerint a szerződés aláírását követően a szerződéses összeg 50%-át előre 33 milliárd forintot. Őrült nagy összeg. 33 milliárd forintot előre elutaltak az Alstom cégnek, és utána mennék még tovább, mert vannak itt még furcsaságok bőven, hiszen az Alstom menet közben nem tudta megszerezni a típusengedélyeket a metrószerelvényekre, tehát emiatt elállhatott volna a BKV a szerződéstől. De nem tudta elállni a szerződéstől, mert 33 milliárd forintot már átutalt a cégnek, és fennállt a kockázat annak, hogy nem is fogja tudni, majd csak peres úton esetleg azt visszaszerezni. Na de a másik kérdés talán még fontosabb, hogy az Alstom annak ellenére, hogy nem tudta megszerezni a típusengedélyt, és pontosan tudta, hogy jogszabály szerint bármelyik pillanatban felmondhatják a szerződését, mégis legyártotta azt a 22 metrószerelvényt, amelyet végül megvásárolt tőle a BKV.
Miért tehette ezt? Csak azért, mert olyan információk birtokában volt a háttérben, és feltehetőleg olyan kenőpénzek mozogtak a háttérben, amely garanciát jelentett számára arra, hogy végül minden szerződéses feltétel meghiúsulása ellenére is ki fogják fizetni, és tartják, életben tartják azt a szerződést, amely számos sebből vérzik. Ugye az ügyészség nyomoz, legfőbb ügyészség nyomoz ebben az ügyben. Szeptember 3-áig meghosszabbították ezt a nyomozást. Addigra a bizottságok munkája is lezárulhat? Hát a parlament tavaszi ülésszakán még tervezünk két olyan bizottsági ülést, ahol meghallgattunk további olyan személyeket, akik részt vettek a beruházás irányításában. Reméljük, hogy el is jönnek. Bízunk benne, igen. Eddig a hatékonyság nem túl jó, de azért mindig eljön néhány olyan, elsősorban szakember, akiktől fontos információkat tudunk begyűjteni. Tehát tervezzük, hogy ezt még tovább folytatjuk a tavaszi időszakban, és ha még maradnak olyan személyek, akiktől érdemi információkat tudunk szerezni, akkor természetesen szeptemberben a parlament őszi időszakán tovább folytatjuk. De szeptemberben akár már vádemelés is lehet. Akkor hát, is folytatódik? Hát az egy érdekes dolog, tehát ha az ügyészségi vizsgálat valóban lezárul, és annak az eredménye publikussá válik, és valóban, ahogy ön is mondja, amiben mi is reménykedünk, hogy vádemelés vagy vádemelés fognak történni, akkor nyilván az egy új helyzetet fog teremteni, és olyan plusz információkhoz fogunk hozzájutni, ami kapcsán lehet, hogy érdemes lesz majd a meghallgatásokat tovább folytatni, hiszen az csak egy dolog, hogy a nyomozó hatóságok eljárása vagy vizsgálata eredményeként megállapításra kerülnek bűncselekmények, vagy legalábbis a bűncselekmények megalapozott gyanúja, amit majd nyilván a bíróság el fog dönteni. De számunkra az a legfontosabb, hogy egyrészt a politikai felelősséget találjuk meg, hogy kik voltak azok a felelős politikusok, akinek a rossz döntései következtében súlyos károkat szenvedett el a főváros és egyébként a magyar államháztartás, illetve, hogy valamilyen módon tudjuk mérsékelni azt az esetleges visszafizetési kötelezettséget, amely az Európai Unió irányában az Európai Uniós támogatások nem szerződésszerű felhasználásából, abból a csalás és feltétlenül a lopás sorozatból ered, ami minden idők legnagyobb korrupciós botrányához vezetett. Van itt az elmúlt napokat tematizált egy másik ügy. Budai Gyula volt itt néhány nappal ezelőtt is, ő azt mondta, hogy ebben az ügyben viszont gyakorlatilag nem lehet visszaszerezni pénzt, mert védhetetlen az álláspont. Ez a VET 2000 nevű KFT, ugye ez a Gyurcsány családhoz köthető, illetve vezetőink keresztül a Gyurcsány céghez köthető KFT-ről van szó, amelyik az Európai Uniós pénzek elszámolását bonyolító szoftvert szállította, gyakorlatilag kiszervezték ezt neki. Itt van egy 18 milliárd forintos károkozás. Dobrev Klára néhány nappal ezelőtt azt mondta az egyik televízióban, hogy ennek a pénznek egy nagy részét 2010 után, tehát a Fidesz kormány fizette ki. Miért fizették ezt ki? Lehetett tudni már akkor, hogy mi a helyzet? Azt nem tudom, hogy miért került kifizetésre. Azt tudom, hogy a metró ügy kapcsán például már 2011-ben Budai Gyula, éppen elszámoltatási kormánybiztosként jelezte az Olafnak, az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, hogy itt súlyos korrupciós ügyek lehetnek a háttérben. Még akkor voltak le nem járt szerződések is. Így van, meg hát azért ez egy hosszú vizsgálat. Tehát azért egy 166 milliárd forintot érintő bűncselekmény sorozatnak a részleteit felderíteni, akár a nyomozóhatóságok, akár az Olaf részéről, ahhoz hosszú évek kellenek, mint ahogy a fent említett példa is mutatja, 5 évbe telt, mire az Olaf összeállította a maga vizsgálati jelentését. Az, hogy a Dobrev Klára és a Gyurcsány család érdekeltségbe tartozó cég esetében menet közben is kiderültek-e csalásra vagy visszaélésre utaló jelek, erről én nem tudok. Az kétségtelen tény, hogy az európai hatóság megállapítása szerint itt súlyos visszaélések történtek, pontosabban nem a 18 milliárdos összegnek megfelelő érték került elszámolásra. Ugye az NFÜ vezetők ellen is ezért indult. Így van, de azért egy nagyon érdekes dolgot vegyünk még figyelembe. Ugye egyik oldalon azt mondja az Olaf, az Európai Unió csalás elleni hivatala, hogy itt súlyos visszaélések történtek a Gyurcsányék cége kapcsán. A másik oldalon éppen Gyurcsány Ferenc cégét bízza meg azzal az Európai Bizottság, hogy vizsgálja a magyarországi uniós támogatások felhasználásával kapcsolatos körülményeket. Azért ebben némi diszonancia érezhető. Bánki Erika, a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.